Május 21. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Minden igazi engedelmesség a szívből származik. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor ő is azonosítja magát gondolatainkkal és céljainkkal. Így kerül összhangba szívünk és elménk megváltónk akaratával, hogy amikor neki engedelmeskedünk, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást, csak eleget teszünk saját indítékainknak. Megtisztított és megszentelt akaratunk Krisztus szolgálatában találja meg legnagyobb örömét. Amikor megismerjük Istent, akkor életünk a folytonos engedelmesség élete lesz. Krisztus lényének az értékelése, megbecsülése által az Istennel való közösség útján a bűn gyűlöletes lesz számunkra. Amint Krisztus is emberként a törvény alatt élt, úgy mi is megtehetjük azt, ha erőért ragadjuk meg Krisztus erejét. Kötelességünkért való felelősségünket azonban nem helyezhetjük, háríthatjuk át másokra, és nem várhatunk arra, hogy ők mondják meg nekünk, mit tegyünk. Nem függhetünk az emberek tanácsától. Az Úr minket is épp olyan készségesen megtanít kötelességeinkre, mint másokat. Ha hittel megyünk hozzá, akkor személyesen nekünk mondja el titkait. Szívünk gyakran ég bennünk, amikor valaki közel jön hozzánk, hogy éppen úgy kapcsolatba, közösségbe lépjen velünk, mint egykor Énokkal. Azok, akik úgy döntenek, hogy semmi olyat nem tesznek, ami nem tetszik Istennek, miután ügyüket Isten elé vitték, megtudják majd, hogy pontosan melyik úton kell járniuk. Nem csak bölcsességet kapnak Istentől, hanem erőt is. Igen, Isten erőt ad majd nekik az engedelmességre, a szolgálatra, amint Krisztus megígérte. Ellen G. White, Jézus élete 584. oldal.